Mintha egy bontásra ítélt autó lenne, de az utastér helyén bukócsövek vannak. Ez pedig azt jelenti, hogy ez egy alacsony költségvetésű rally autó, amellyel a 24 órás nyírádi autóversenyre neveztek nyíregyházi diákok. A több mint 10 fős bánki autótím főleg osztrákok és németek ellen fog versenyezni az 50 csapatot számláló mezőnyben. Az autó tetején pedig már villog a 13-as, ezzel a rajtszámmal indulnak majd a versenyen. A felkészülés az körülbelül 5. hónapja tart, de ezt a koronavírus helyzet, ezt ugye sajnos derékba törte, mert a karantén miatt a diákok nem voltak itt az iskolába, mi próbáltunk vele haladni, de nem volt természetesen ugyanolyan, így lóhalálába történik ez a felkészítés, az elmúlt néhány hetek munkáját láthatjuk most. A bánkis diákoknak és tanároknak már van tapasztalatuk, nem ez lesz az első 24 órás verseny, amelyen indulnak. A tavalyi nyírádi versenyen sikerült elindulnunk, akkor egy kölcsönkapott autóval, amit teljesen újjá kellett építenünk és fel kellett újítanunk, ezt a Speedzone Kft. Bocsátotta rendelkezésünkre. Nagyon-nagyon kis költségvetéssel indultunk, de úgy gondoltuk, hogy nagyon szép eredményt értünk el nemzetközi mezőnybe, mert a 85 indulóból a diákaink a 12. helyen végeztek, és ezen felbuzdulva gondoltuk azt, hogy ez jó, ez érdekli a diákokat, érdekli az embereket, és tényleg munkára inspirálja őket, úgyhogy ezen felbuzdulva kezdtünk el egy saját autóépítésében, aminek az eredményeit most láthatjátok. A szerelő csapat 7 főből áll, ők fogják segíteni az 5 sofőr versenyzését. A kormány mögött pedig bánkis, 20 év körüli diákok ülnek majd. A 24 órás nyírádi autóversenyt október 24-én rendezik meg.